A bonyhádi atléták váltófutásával hivatalosan is birtokba vehették az új stadiont. A futók között volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki mielőtt futócipőt húzott az ünnepélyes átadó ünnepségen azt mondta, évtizedeket kellett várni a városnak ahhoz, hogy a kor követelményeinek megfelelő minőségű sportkomplexummal rendelkezzen. Sokat vártunk erre a napra. Mondhatnám azt, hogy szinte egy évet, hiszen a létesítmény már régen elkészült, de sajnos a járvány miatt nem tudtuk ezt átadni. De azt is mondhatnám, hogy 40, 50, 60 vagy 80 esztendőt vártunk arra, hogy itt Bonyhádon egy olyan sportpálya, felújított sportpálya álljon rendelkezésre a bonyhádiak és a völgységiek számára, amelyet önök ma itt láthatnak. Természetesen a mindenkori önkormányzatok fordítottak a sportpályára, a BVLC korszerűsítésére, fejlesztésére, az messze nem volt olyan mértékű, mint ami kellett volna. Ma azt láthatjuk, hogy korszerű rekordtámfutópálya, korszerű labdarúgópálya, műfüves pálya áll rendelkezésre, közösségi helyiségek, vizes blokkok, lelátó VIP helyiség, minden, ami szükséges ma már egy 21. századi sportpályához. Nem csak a futballra lehet ezt használni, hanem az atléták is használhatják. Ahogy Gyulai Miklós is elmondta, hogy elnök úr elmondta, hogy gyakorlatilag az országban ez a második, harmadik helyen található a Bonyhád az atlétikai csarnokkal és ezzel a komplexummal. Legyünk erre büszkék, hogy ez megvalósult. Az átadón felszólalt Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki arról szólt, a beruházás is bizonyíték arra, hogy az atomerőmű fejlesztés a térség egésze számára jelent korszerűsödést. Hiszen a támogatás eredményeként megújult sportpálya olyan egészséges életmód kialakítását teszi lehetővé, mely az erőmű Bonyhádon élő dolgozói számára is elérhető. A kormány szándéka egyértelműen, tudjuk, hogy éptesbe éptélek, sokat áldoz a sportra, kap is érte kritikát. Ez egyébként egy rendhagyó stadion, most kapaszkodni kell Tolna megyébe, ezután a stadion után, mert tulajdonképpen a Paksi stadionból is csináltunk egy labdarúgó arénát, hogy elvesztettük a futópályát, elvesztettük a távolugrót, ez egy kifejezetten atlétikai stadion tudott maradni, azzal együtt, hogy a fogal ügyét is tudja szolgálni. A polgármester azt mondja, hogy 3 éve néztük végig, hogy milyen a régi létesítmény, és akkor megegyeztünk, hogy az is szép lehetett valamikor, jó lehetett, de dolgozni kell azon, hogy legyen egy modernebb, egy újabb létesítményünk. És akkor, hogy a kormányzatnál ketten lobbiztunk, Potápi úr meg én, hogy kapjuk meg ezt a támogatást, és akkor ez a támogatással, meg TAO hozzájárulása, amit szintén mondtam, hogy a legnagyobb társasági adóbefizető az egy olyan cég, aki az erőműben nyert. Az átadón résztvevő Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára azt mondta, a kormány eltökélt célja a jövőben is hasonló létesítmények létrehozása vagy korszerűsítése. Ez az egyik legfontosabb feltétel az, hogy az infrastruktúrális háttér a rendelkezésre álljon. Hála Istennek Magyarországon ezek a programok most dübörögnek, és azt tudom mondani, hogy talán a legutolsó évtizedek legnagyobb sportinfrastruktúra beruházása zajlik most Magyarországon. Most is itt Bonyhádon egy gyönyörű szép pályát adhatunk ma át, de azt mondhatom nagyon büszkén, hogy majdnem minden héten megtörténik egy ilyen vagy ehhez hasonló esemény. Tanúszoda, tornacsarnok, kültéri pályák, úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos és kihagyhatatlan pillére a magyar sportnak. Ez egy több pilléres program, több programon keresztül épülnek megújulnak ezek a sportinfrastruktúrák. Abszolút a fókuszban a fiatalok vannak, de nem csak a fiatalok, hogy mindenki korosztálytól függetlenül hozzájusson ezekhez a lehetőségekhez, hogy ilyen modern és minden igényt kielégítő sportlétesítményekben tudjanak mozogni. De hát ez egy népegészségügyi program is, az, hogy mindenki számára elérhető legyen, hogy minél több embert bevonjunk ebbe a rendszeres napi mozgásba. Azt gondolom, hogy egy jobb életminőséget érhetünk el. A legolcsóbb gyógyszer a sport, és
én saját bőrömön tapasztalom és tudom, hogy a legnagyobb közösségi élményt a sport adja. Filoni Ferenc Évai a polgármester indította útjára a megnyitást jelentő futóversenyt. A polgármester álláspontja szerint ennek a létesítménynek nem csak a versenysportot kell szolgálnia, hanem a város egészének nyújt majd magas szintű mozgási lehetőséget. Emellett Bonyhád számára a turizmus új formájának fellendítését is magában hordozza. Pont egy hete voltunk egy nagyszerű jeles alkalomnak házigazdái a megyenapnak, amit a Tolna megye önkormányzat minden évben más településen szervez meg, és idén közösen megtisztelő módon minket választottak, és a Bonyhádi önkormányzattal közösen szervezhettük meg ezt a napot, és ott hangzott el Fehérvári Tamás elnök úrnak a köszöntőjében egy Honvas Béla idézet, ami valahogy úgy szólt, hogy az ember ott kezdődik, hogyha teremt valamit. Én igyekeztem ezt a gondolatot magammal vinni arról a rendezvényről, és most is azt gondolom, hogy ez nagyon igazak ezek a szavak, hiszen bízom benne, hogy nekünk sikerült itt ezen a sportpályán valami olyat teremtenünk, ami még nagyon sokáig, hosszú évtizedeken keresztül fogja szolgálni a bonyhádiakat, a legkisebbeket és a legnagyobbakat is, az amatőröket, a profi sportolókat, akár a futball, akár pedig az atlétika területén, hiszen mindenki használhatja, függetlenül attól, hova tartozik, milyen korosztályhoz és milyen sportághoz. Ez a létesítmény az országban top 3-ban helyet foglal, így bárhol az országban van olyan egyesület, aki atlétika területén szeretne edzőtábor tartani, annak most Bonyhád úti cél, és ez már így volt az elmúlt hónapokban is, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig még így lesz. Szállásunk is van, hiszen ennek a projektnek a keretében megújult a Percel Kúria, ahol 14 férőhelyen várjuk az idelátogatókat. Természetesen ott bárki megszállhat, de elsősorban az edzőtáborozók, akik igénybe veszik, és ott is már gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy az átadás követően azóta szinte teltházas a ház, és teljesen ki van használva. Bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. A sportcsarnokkal együtt közösen egy olyan sportinfrastruktúra kiépítése zajlik a városban tudatosan, amire még sok mindent lehet építeni, de lehet jövőt is építeni és fejlődést is. Az egy esztendeje elkészült, de a vírus miatt csak most a közönségnek átadott sportkomplexum nyitómérkőzésén a paksi és a bonyhádi labdarúgó csapat csapott össze, melyet az NB1-ben szereplő paksiak nagy fölénnyel nyertek meg.